Sziasztok, Neo 12 vagyok, a tankunk egy Batchet 25T, a parancsnok Alien Sleep, Fire Salient a térkép, és 69% esélyt kapott a csata elején. Nézzük a lőszer kiosztását, 25 darab APCR, 5 darab hit lőszer, és semmi repesz. Én gyanítom, hogy repesz lőszert nem is árulnak ez a tankhoz, vagy pedig folyamatosan hiánycikk van belőle, hiszen még senkinél nem láttam soha, hogy lett volna repesz lőszere ebbe a tankba. Természetesen ugye ezt poénnak szántam, hiszen 30 darab lőszer van mindössze, és azért nagyon sokszor előszakott fordulni, hogy a vége felé a becsete már csak furikáznak, ide-oda rohangálnak, mert sajnos nagyon hamar ki lehet ezt a 30 darab lőszert pufogtatni. Hát Petőfi Sándor szavaival élve, úgy néz ki, hogy kiülök a dombtetőre, innen nézek szerteszét, és hallgatom a fák lehulló levelének lágyneszét. Hát úgy néz ki, hogy a felső részre megy, és a lágyneszek, illetve a lehulló falevelek is igazak, hiszen ezen a részen hú a szél, illetve itt vannak fák, illetve bokrok, míg a túloldalról jövőknek pedig mindez nem áll a rendelkezésére. Tehát AMX 50-120-et először meglőve, 389 HP-t veszített ezáltal, és fel lett derítve a második tank, egy AMX 30-as, ugye kiállt a prérire, vagy nem így lehetne mondani, és bizony kigyulladt és leégett, hát ott nincs ami fedezéket nyújtson, tehát ott nem szabad megállni, akkor vagy már előrébb kell jönni, itt a szélen is itt elbújni a bokros részbe, de ott semmiféleképpen nem szabad megállni, hiszen könnyű célponttá válik bárki. A középről is oda lehet lőni, illetve ebből a bokor csoportból nagyon szépen lehet felderíteni, illetve lövöldözni, anélkül, hogy észrevegyenek. De mindössze az M46-os Tigris festés jött vele. Az M46-os ugye az a prémium, amelyik kapta ezt a Tigris festést. Van egy T57-es Heavy, 417 jött le belőle. És ott egy PVP. Na, azt a részt mondtam, hogy ha gyorsan feljött, akkor azt a részt kell elfoglalni. Valószínűleg a PVP kitárazhatott, lőhetett, és azért lehetett felderíteni. Nem olyan régen találtam rá egyébként arra, hogy a térképeken meg lehet azt is nézni, hogy milyen növényzetet terveztek, illetve milyen növényzettel látták el, méghozzá úgy, hogy jelen esetben ugye Fire Salienten vagyunk, ugye ez a térképünk, ez a Fohorovka térképnek egy átdolgozott, füstösített, roncsokkal teleszólt, kráterekkel teleszólt változata, igazából egy térkép átdolgozásáról van szó, és bizony itt azt mondja, hogy ezen növények találhatók ezen a térképen, mint sás, hársfa, juharfa, cserje, bokor, fenyőfa, nyárfa. Tehát ha itt szétnézünk, és ha mondjuk valaki botanikus vagy netán kertész, akkor most felkiálthat, hogy jé, ott egy hársfa, vagy jé, ott egy fenyőfa. Alien Sleep pedig azt mondja, hogy jé, ott egy becset, aki mehetett a garázsba. Hát talán, hogyha erre a fára itt mellette ránézek, akkor mondjuk a törzsét, hogyha nézem, akkor azt mondanám, hogy talán ez egy fenyőfa. És hogyha ezekből a fenyőkből, vagy hársfákból, vagy juharfákból összebírunk hordani annyit, hogy ezek képesek legyen nekünk valami álcát adni, hát nem is tudom, hogy igazából, hogy kell, hogy úgy borítgatjuk őket, hogy a tankunkat ugye befedjék, vagy hogy elbírjunk mögötte bújni, hiszen csak az a tökéletes fedezék, ami mögül ugye nem látszódik ki a tank. Tehát például a fenyőfának, hogyha mondjuk hármat egymással borítasz, akkor annak 45%-os álca értéke van. Tehát a tankod álca képességére plusz 45%-ot fog még adni. Na és akkor most eljutottunk ahhoz a részhez, hogy mivel töltés igazából, most éppen nem,
de mivel most éppen nem történik semmi, akkor beszéljünk a becsetnek az ácaértékéről, illetve az jelen esetben meglévő ácaértékéről, hiszen ez a bokor csoport vagy cserje csoport, hát nem is tudom, hogy ezt hova lehet sorolni, de az a lényeg, hogy ezen a térképen a sásnak van legkisebb ácaértéke, az 15%, a bokroknak, illetve a cserjéknek van a legtöbb, az pedig 50%. Na hát akkor nézzük, hogy mit is jelent ez szám adatokban. A becsetnek most csak azt mondom, amikor a becset áll és csak spotol, tehát nem mozog, nem jön, nem lő, semmit nem csinál, csak beáll egy ilyen bokorba. Tehát alapból a tank egy 17-es ácaértéke rendelkezik, így ezt lehet képességekkel, felszerelési tárgyal, illetve festéssel feljavítani 34%-ra. Az azt jelenti, hogy a legénység kapott egy BIA képességet, illetve mind a három tagon megvan az ÁCA képesség. És akkor felmegy ez az egész 34%-ra, a felszerelési tárgy még jelen esetben a ventilátor. Azért ez nem annyira kiemelkedő, mert egy T-62, ahogy egy Object 140 is rendelkezik ugyanezen ÁCA képességekkel. Hát igazából azért őnáluk is megvan ez. Sőt, mi több, a 8-as light-ok sem maradnak el sokkal jobban mögöttük. Majd kíváncsi leszek arra, hogy amikor bevezetik ezeket a nagyobb tírű light tankokat, hogy azok olyan milyen álcaértéket fognak kapni. És hogyha ugye egy 50%-os bokorról beszélünk, tehát ez a 84-85% környéke jelen pillanatban az álcaértéke, az azt jelenti, hogy az ellenfél látótávját 85%-kal fogja csökkenteni. Ha most mondjuk ott szembe, nem akire rálő, tehát nem a T-54 lightvétel, hanem ott szembe, ugye aki tudunk, hogy két tank van jelen pillanatban, egy T-57-es heavy, illetve egy AMX 50-120-as tank, mondjuk ha azt számogatjuk, hogy 400 méterén nem látnak messzebbre, tehát ez olyan egyszerű, és ugye ezt a 85%-kal számítjuk, az azt jelenti, hogy 60 méterre kell jönniük Alien Sleep-hez, hogy fel tudják deríteni, és ha Alien Sleep lő a bokor mögül, akkor pedig 172 méterre kell jönniük, hogy észrevegyék, hogy ő itt a bokor mögül lövöldözi őket. Természetesen ez egy dupla bokor, ami ugye még nagyobb álcát rejt, illetve még nagyobb álcát foglal magába, és ugye fontos, hogyha a bokor mögül lövöldöztök, akkor mindig 15 méterre hátrébb kell húzódni, hogy a bokor álcaértéke ne szűnjön meg, tehát a légnyomás ne ugye elfektesse a bokrot. Valami ilyesmiről lehet szó. Ugye a lightweight feljött, hiszen valószínű, hogy pingelték, vagy utasították, hogy nézzem már itt szét. Alien Sleep meg is ijedt, hogy bizonyára fel fogja deríteni, de hát ez nem történt meg. A lightweight sem bírta felderíteni. Éppensége, hogyha a túloldalon vagytok, akkor ugye az a legjobb taktika, ha többen egyszerűen átrasoltok ezen a részen, nem szabad ott fönt ilyen kukucskálós harcot játszani, főleg akkor nem, amikor van arti. Ugye jobbára azért biztonságban vagytok az artitól, hiszen az a rész egy kicsit meredekebb, tehát az arta nem biztos, hogy minden lövésével betalál, de azért higgyétek el, hogy nem vagytok ott biztonságban. Pont a példa, egy 223 sebzés ment a T-57-esbe. Két darab táras tankkal egy darab becset, még ha full HP és akkor sem bír el. Mind a két tankban 4 darab lőszer van. Már a szemközti tankokra gondolok, a heavybe, illetve az AMX 50-120-ba, az bőven elég ahhoz, hogy őt megsemmisítsék. Viszont ő pedig nem valószínű, nem biztos, hogy egy tárban meg tudja oldani azt a két tankot. Ugye a Nigában 390-es átlag sebzés azért az erengényt beszólhat. És az a T-57-es pedig nem jön annyira előre, hogy esetlegesen biztonságosan rá lehessen lőni. Na de hát, ha majd az arta betölt, akkor talán elveszi a kedvét a húcskálástól. Hát jobbára csak port kavart, illetve a díszletet bontotta. Látjuk, nem is sevezte meg egyáltalán.
hát akkor még egy lövést meg kell válni, és nézzetek közben a Jack Panther meg ilyen szökésbe kezdett, úgy döntött, hogy meglóg. De Valiant Sleep megakadályozta, nem engedte meg, hogy bekerüljön a háta mögé. Úgy látszik, ez volt a surranó pályája a Jack Panther 2-esnek. Természetesen a középütt lévő tankokat ugye most felderítette, a Pattont és akár a T-114-est, és akkor valószínű, hogy innen föntről ugye a két táras oda is lövöldözött egy jó párat. Az IS-3-ast is valószínűleg felderítette ugye az Arti készett, az Enfield Artia. Na és akkor jön a T-57 Heavy, lögdösi a roncsot, az AMX-30 roncsát, és bizony belefutott egy nagy fülesbe, mehetett a garázsba. Na és akkor megnyílt az út Alliance előtt, hiszen most már csak az AMX-50-120-szal kell megküzdeni, amennyiben itt van. És itt is van. Ugye ő nem dugta ki a csőrét, ő nem nézett itt fölfelé, tehát így nem volt felderítve folyamatosan, viszont az előtt biztos, hogy kitárazott, mert nem bírt most lőni egyetlen egyet sem. Hát az azt jelenti, hogy éppenséggel töltött. Na hát 12. percben járunk körülbelül, és ugye Alien Steve-nek még mindig sikerült megőrizni a tankja fényét, illetve szépségét, épségét. Jelen pillanatban még mindig 1800 HP-val rendelkezik. Most kerültek betöltésre a hitlőszerek. Ott a WC szembe. Illetve a Patton átfigyelt és felderítette az Artát. Az Arta ugye ráfókuszál. Ilyen szívnek sikerül oldalba lőnie. Valamint most a BC is olyan pozíciót fogott, hogy lőhető, és így meglett a hetedik frag, viszont a BC azért felderítette, és megállt, hogy rálásson a TVP-re. A T-30-as pedig a trackjét találta el. Valószínűleg nem kellett volna javítani, hiszen nincs más ellenfél, de szerintem szeretett volna a közelébe érni, mert hát a 8. flagért menne, ha minden igaz. És akkor meg lenne a Redley Water, tehát sajnos vitték. Ez most nem jött össze, mert nézzük, hogy mit ért ez Bencének. Egy tankász, nagy kaliber Top Gun, illetve egy harckocsizó mesterlövész. 7815 volt a sebzés, 7 volt a frag, 2509 volt a spot sebzés, és 69.000 környéke maradt tisztán. Alien Sleeve-nek köszönöm a visszajátszást, nektek a figyelmet, na jó, 12 vagyok, további szép napot, vigyázzatok magatokra, szervusztok!